Egy utólag állati jól hangzana, hogy ezt most elmondjuk, hogy oh, de milyen frankó és kemény gyerekek voltunk. Mi egyáltalán nem voltunk frankó és kemény gyerekek, csináltuk azt, amit szerettünk. Pécs egy remek hely volt a 60-as években. Martin Ferenc és Lantos Ferenc és Bizsa János és Sótra Elemér és Kele Sándor, Simon Béla, aki nekem gimnáziumban tanárom volt. Tehát azért ők olyan figurák voltak a 60-as években a magyar művészetben, akikről most sokkal többet kéne tudni. Én nagyon azon gondolkodom, hogy még mielőtt meghalok, azért nekik egy-két könyvet megpróbálok a kollégáimmal megszerkeszteni és kiadni. Fura dolog egyébként, mert most a múlt héten nyílt Olmützben egy pécsi műhely kiállítás. Ők pedig úgy prezentálják az egész kiállítást, hogy a magyar akcióművészet egy fontos szelete. És mi erre mi soha nem gondoltunk. Mi tettük a dolgunkat, segítettünk egymásnak, és egyszerűen valami csak kikerekedett belőle. Egyik lépés jött a másik után. Külön-külön megnézzük a műhelytagoknak a munkásságát, tehát azért lényegében élesen elválnak egymástól azok a területek, amiben mi dolgoztunk, de talán egy dolog, talán a szerialitás, az ismétlődés, az időbekapcsolása, ez talán mindannyiunk munkájában benne van. De az, hogy ki hogy közelít ezekhez, az teljesen különváló. 72-ben Atalay Gábornál voltam, és akkor Gábor mondta nekem, hogy figyelj, olyan munkákat kell készíteni, amiről fekete-fehéren kiderül, hogy ezek itt, most, ma Magyarországon születtek. Kész. És tényleg akkor jutott eszembe, hogy hát itt van ez a csillag. Hét végén, Malbakán mellett egy halom utcakő ki volt rakva. És akkor eszembe jutott az, hogy hát akkor most tulajdonképpen valamit kezdek ezzel, és elkezdtem kirakni az utcakövet, és akkor ez is egy ilyen ikonikus darabbá vált, pedig tényleg ez volt, és ez tényleg az Atalay Gábornak köszönhető, hogy ebben az irányban engem elindított. A Sarlok kalapácsos dolog az 73-as, az egy évvel későbbi. Van egy eszköz, két eszköz, egy sarló meg egy kalapács, amelyre mindenféle egyéb dolog rárakódott ugye itt ebben a keleti blokkban, amit volt, és én gondoltam, hogy most akkor ezzel néhány műveletet megpróbálok elvégezni. Ez volt az egyszerű. Aztán gondolta a fene effektus, ugye, és akkor bejönnek mindenféle magyarázatok, pro és kontra egyébként, most érdekes ezt is megfigyelni az utóbbi időben, hogy miket mondanak róla. Én egyszerűen egy szimpla dolgot akartam. Ez viszont egy gyerekkori emlékre vezethető vissza. Van egy, vagy volt egy Iván Sadr nevű orosz-szovjet szobrász, aki egy ilyen munkást ábrázol, és egy iszonyú nagy követ akar éppen felemelni, ez egy szobor, és ez az általános iskolában folyosan ki volt rakva a reprodukcióba, és nekem ez beugrott, kezdtem szöveget írni például az utcakőre, tehát az aproletáltatós fegyvere. Építettem belőle egy halmot, a 88-as, ez eredetileg 74-es a munka, és amikor 88-ban a Velencei Biennáléra mentem Mukta Imrével és Samu Gézával, akkor ezt visszahoztam, voltak ott ilyen munkák, és akkor építettem el. Tehát azért van azon a Ludwig Múzeum beli köveken, olaszul és angolul, mert az a nemzetközi pályára lett számva. Én azt gondoltam, hogy én most már kiolvastam ezt a Sarlókalapács utcakő csillag és a többi problémát, és akkor gondoltam, hogy ugye van egy ilyen dolog itt nálunk Magyarországon, hogy piros-fehér-zöld, és azért ezt úgy nem lehet használni a március 15-i kokárdán kívül, 16-án már a fejedre vágnak, tehát ez a 70-es évek végéről van szó, és akkor gondoltam, hogy na most akkor nézzük meg, hogy akkor ezzel mit lehet kezdeni. A rendszerváltás környékén előtte volt egy megkeresésem, egy azóta már nem létező Kisgazdapárttól. Méghozzá nem is tudom, Szegedről kaptam egy telefont, hogy szeretnék felhasználni az egyik munkámat, ami ezzel fog, és akkor ezt megtiltottam. Én valami egészen más gondolok, mint amit
most gondolnak a piros fejeződről. Én azt hiszem, hogy azzal, amit akkor csináltam, azzal én ezt a problémakört ezt elintéztem. Rengeteg fenntartásom van a mostani megközelítéssel, de most lehet, hogy valami nagy hülyeséget fogok mondani, de lehet, hogy azzal, amikor én ezt elvégeztem, akkor többet jelentett az embereknek, mint amit most próbálnak belesújkolni. Ahogy az ember idősödik, majd 70 fölött, akkor már nem akarja megváltani annyira a világot. És akkor inkább azokat, amik idézőben mondom, testhez állóbb kérdések vannak, azokkal foglalkozik, és aztán majd valami ebből is lesz valamikor.